Na hát, most túl vagyunk egy nagy bevásárláson, és itt van mellettem a táska, vagyis olyan három táska, amiben vannak a cuccok, úgyhogy most ki fogok rakodni, anyái pedig visszamentek a mamám karácsonyfájáért. Chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Na hát, most vágom a vlogmast, és a... Hol is vettük a makaront? Lidl-ben vettünk makaront. Ilyen többféle ízesítésű. És én megkóstoltam a málnásat, nekem az nagyon-nagyon ízlett. Anya pedig a citromosat, és neki pedig az ízlett jobban. És még van benne ilyen sós vagy karamella, ami engem érdekel, hogy milyen. Ezen kívül pedig még van vanília, pisztácia és csoki. De én most ezt a karamellás vajasat szeretném megkóstolni, úgyhogy ez lesz. Mondjuk ez érdekes. Sós. De úgy finom. Egy makaron nálam rossz nem lehet. No, most kinyitom a mai kalendárt. Ugyanis ez még ma elmaradt. Hányadika van? 20-a. Itt van a 20-a. Ez egy ilyen kis motor. Nem tudom, ez hogy kapcsolódik a karácsonyhoz. Oké. Na hát nagy rakodásokban vagyunk itt anyával, vagyis hogy inkább anya. Én igazából csak itt asszisztálok. Ezt a szekrényt pakoljuk ki, ugyanis hihetetlen, hogy mennyi mennyiségű kacat itt összegyűlt, és annyira tele volt, mert nem lehetett onnan semmit kivenni. Úgyhogy ami nem kellett, azt kidobáltuk, meg elkezdtük őket így rendszerezni. Ilyen dobozokat vett a Teddyben anya, és ebbe rakjuk szét a dolgokat. Találtunk hihetetlen mennyiségű batrit, hihetetlen mennyiségű mécsest, aztán mindent, amit el tudtok képzelni, az itt tuti, hogy volt. Mindig ott is vannak dolgok, itt is, azaz egy polc már kész van. Mennyi díszítő, komolyan mondom, hogy idén karácsonykor olyan gyönyörű szép ajándékokat fogok csinálni, mert találtunk ilyeneket, találtunk ilyen nevezőket, amiket így, tudjátok, ráragasztod a dobozra, és akkor ráírod, hogy kinek van, meg washi tape-eket is találtunk, úgyhogy olyan ajándékdíszítést fogok én így csinálni idén, hogy mindenki összetolja magát. Ja, másik, amiből rengeteg volt itt, az az angyalka. Mindenféle méretű, formájú, színű és anyagú angyalkát találtunk. Sőt, még ilyen nagyon régi babacuccainkat is megtalálta itt anya. Ez például egy ilyen termosz, ami melegen tartja a kulacsot. És ez... annyi minden helyzetjelentés, most éppen málnát eszek. És azon gondolkodom, hogy mivel ez a mai rész egy eléggé tartalmatlan és unalmas eddig, ezért megint tennék bele valami kis érdekesebb dolgot. Mindjárt elmondom, hogy mi lenne az. Ötenem ki van púcsamba a kis kutya. Na szóval mondanám is, mi lenne ez a kis dolog. Kijöttem most ide a teraszra, ugyanis itt alszik a kis Nala papa, mivel most róla lesz szó. Úgy döntöttem, hogy csinálok egy ilyen kis ismerjétek meg jobban Nalát dolgot. Nala egy 11 hónapos Golden Retriever, januárban lesz egy éves. Január 8-án született, és 2 hónapos volt, amikor hozzánk került. Egy, hát azt hiszem tenyésztőtől vettük őt.
nem törzskönyvezett. Egyébként egy teljesen egészséges kutya, megvannak az ilyen alap szükséges oltásai, meg minden. Amikor mi őt elhoztuk, mi azt már alapból tudtuk, hogy mindenképpen nősténykutyát szeretnénk. Őt és egy másik testvérét, aki lány volt, néztük meg. És a testvére az egy ilyen nagyon kis játékos kutya volt, és nekem egyébként nagyon kis szimpatikus volt, olyan kis cuki volt. Nala pedig olyan volt, akit anya felvett a kezébe, és így hozzábújt, és annyira édes volt, úgyhogy amúgy nagyon nehéz volt választani, hogy melyiküket hozzuk, de hát végül ezt a kis szarost választottuk. Hazahoztuk, ismerkedett a környezettel, körbesétáltuk vele az udvart, és ilyen kis kíváncsi kutya volt, szóval így mindent fel akart fedezni, meg minden. A nevét azt egyébként miközben hoztuk hazafele, a közben döntöttük el, hogy mi lesz a neve, és hát a Nala nevet kapta, ugyanis nekem a kedvenc mesém az Oroszlán király, és hát onnan kapta a Naláról a nevét. Nagyon nem bírja az utazást. Ez már az első naptól kiderült, ugyanis ahányszor eddig bárhova is utaztatva volt, vagy bármi, mindig hányott, úgyhogy nagyon nem bírja. Vizsgáld a pocsokot! Hűne! Ugye ő kezdetől fogva a teraszon alszik, szóval lényegében majdnem, hogy benti kutya lett. A nap nagy részét igazából kint tölti szerintem, de bent is alszik, meg a kajája is itt van neki letéve. Gyere! Gyere! Hopp! Föl! Gyere! Hopp. Gyere! Gyere! Így föl! Fekszik! Csinálsz! Fekszik! Hogy okos vagy! Nagyon okos vagy, igen! Most nem tudom, hogy hol tartottam. Ja igen! Ott, hogy benti kutya először kintinek készült, úgy terveztük, hogy csak kiskoráig lesz bent, utána, amikor már jobb idő lesz, meg ő is ugye megnő, akkor majd ki lesz költöztetve, de hát végül nem így lett. Úgyhogy azóta is benti kutya. Első nap, amikor idehoztuk, akkor attól féltünk, hogy ugye nyűszíteni fog, mivel hogy hiányozni fog neki az, ahol eddig lakott, meg ilyenek. Úgyhogy lent aludtunk itt az ebédlőben, és többször is kinéztünk rá, de egyébként egyáltalán nem sírt, úgyhogy nagyon gyorsan megszokta ezt a helyet. Első pár hónapban, ameddig itt volt, addig volt egy ilyen... Hova tetted el a káros kapamat, Zsófika? Én sehol nem tettem. Az első pár hónapban, amikor nálunk volt, akkor még volt egy ilyen ketrece. És abban aludt, hogy nehogy szétrágjon valamit itt a teraszon, mert azért kicsit féltünk tőle. Illetve akkor még szoktunk letenni neki kutyapelenkát, hogy arra tudta ugye végezni a dolgát. És hát azt se akartuk, hogy olyan helyre pisíjen véletlen, ahova nem kellene. Amúgy már amikor ide került, akkor így szobatiszta volt, szóval, hogy elsőre már rögtön a pelenkára pisilt, és a nagy dolgát azt egyébként kint szokta elvégezni. Néha azért előfordult, hogy bent végeztél, még kiskorában. Ugye, te kis csalos? Ugye, előfordult? Igen, elő. Nagyon okos kutya, könnyen tanítható, és nagyon gyorsan tanul. Annak ellenére, hogy mennyire jó kutya, azért ő is csinált néha rosszaságokat. Példának okáért egy alkalommal, amikor bent voltunk, akkor ő oda bement az ülő mögé, és ott nekünk vannak ilyen magasabb cserepes virágok, és abból az egyiket feldöntötte, és kidőlt a föld oda az ülő mögé, és nem mondjuk, hogy kidöntötte, de még bele is pisilt a földbe, ami ott kidőlt. Úgyhogy akkora rumlit csinált, hogy akkor nagyon mérgesek voltunk rá, bizony. Aztán ezen kívül is voltak még ilyen kis szaftosságok, ilyen ide-oda pisilés, ilyesmik. Például egyszer, amikor itt lent tornáztam,
akkor levettem ezt a matracot erről az ülőről, ami most is le van amúgy véve, és úgy tornáztam. És ő pedig ide fölült erre az ülőre, ami nem volt matrac, és elkezdett rajta pisilni. Tehát így konkrétan rápisilt, de mivel ez ilyen lyukacsos, ezért lefolyott, és tiszta pisi volt minden, mert akkora tócsát oda dobott nekünk, hogy na akkor aztán tényleg nagyon mégisek voltunk rá. Annyira nem fél ilyen zörgésektől, lövés hangoktól, ilyen nagyon hangos dolgoktól, azok így kb. Hidegen hagyják, de például amitől még nagyon fél, az a... Az a zsákok. A zsákok, amiket visz a szél, bármilyen méretű, bármilyen anyagú, ő akkor is fél tőle. Messziről ugatja, de nem mer a közelébe menni. És ezzel még volt egy ilyen vicces eset, hogy egy kartondobozt onnan előről a kukától idehozott a szél. És ő pedig kint volt, de be volt csukva ugye a teraszajtó, ami nekünk ilyen üveges. És ő pedig annyira megijedt attól a kartondoboztól, hogy neki futott az üvegajtónak, szerintem azt hittem, hogy nyitva van, vagy nem tudom, de szegény akkorát koppant, úgyhogy azon nagyon nevettünk. Aztán van neki egy ilyen plüss kutyája, ami már egész kiskora óta megvan, ez volt az első ilyen játék, amit így neki adtunk a mieink közül, és hát nagyon-nagyon szereti, mindenhova hurcolja, ahányszor így jön örülni nekünk, akkor van neki egy ilyen hülye szokása, hogy így szokott így nyűszíteni, de nem fáj neki meg semmi, hanem csak így örömébe. Sokan azt hiszik egyébként, hogy morog, de nem, hanem ő neki ez így az öröm jele, ő így szokott örülni, és mindig hulimpálja nekünk, hozza oda a kutyáját, és annyira cuki. Régebben még nem a kutyáját szokta nekünk húzolni, hanem azt szokta csinálni, hogy amikor így megsimogattuk őt, akkor megfogta a kezünket így a szájába, de nem erősen, csak így lazán, és el akarta vinni a kezünket. Úgyhogy az is ilyen vicces szokása, amit még néha mostanában is csinál, de már közel sem annyit, mint régen. Hát a hajszárító az még egy nagy félelme. Ugye? Attól is nagyon félsz, ugye? Most se szereted. Rengeteg kullancs belement már, amióta itt van, ugyanis állítólag a világos szőrű kutyákba hamarabb belemennek a kullancsok, és az utóbbi időben egyszer gyulladás volt a vérében, és belázasodott, és annyira reszketett szegény, én akkor pont suliban voltam, Pozsonyban, szóval, hogy nem voltam itthon, és anya küldte a videót, hogy mennyire reszketett szegény, úgyhogy akkor nagyon rosszul volt. De aztán anya elvitte állatorvoshoz, és adtak neki ilyen injekciókat, amitől jobban lett. Gyere ide vissza, ne menj el. Úgy, hogy te hülye. Ja, és egyébként volt még egy ilyen balesete az utóbbi időben. Az pedig az volt, hogy ő valószínűleg az udvaron így be akar csak venni a szájába egy ilyen kis botot, mert amúgy minden ilyen kinti botot, falevelet, füvet, bármit így szeret rákcsálni. És hát ez a bot neki beszorult ide a szájpadlásához. Majd vágok be róla videót vagy képet, hogy hogy nézett ott ki neki. Rendesen már bele volt nőve a szájpadlásába az a kis bot. Ami amúgy nem is volt annyira kicsi, arról is van képem, egy egész nagy ilyen volt. Szerintem legtöbbször itt szokott fönt aludni. Anya azért engedte őt ki, hogy el tudjon bújni az esőszorot magunkban. De amúgy nem fér tőle. Na jó, meg is unta. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor ennyi elég volt. Ha még van bármi kérdésetek Naláról, akkor azt írjátok meg kommentben, és megpróbálok minél többre válaszolni. Van egy játék egyébként, amit így szoktam vele játszani itt bent a teraszon, ezt mindjárt megpróbálom megmutatni. Nem tudom, hogy most mennyire van játékos hangulatban, de jó lenne, hogy ezt meg tudom, mert aki idején, mert ez nagyon cuki.
vagyok! Itt vagyok, igen! Megtaláltam! Adj le nekem! Enyém! Most még eszembe jutott valami azzal kapcsolatban, hogy Suzi hogy reagált erre az egészre, vagy hogy ezzel mi volt a helyzet. Hát Suzi amúgy nagyon nem szereti a másik kutyákat. Amikor Nalát meghoztuk, akkor egyfolytában morgott rá, és nagyon nem szívlelte. Szóval, hogy amikor Nala elkezdett nagyobb lenni, akkor így rájöttünk, hogy ő totálisan féltékeny minden másik kutyára, de főleg szegény Suzira. Konkrétan ahányszor oda akart hozzánk jönni, ő már jött, és mindig föl akarta bökni szegényt, úgyhogy hiába Suzi az öregebbik kutyus, abszolút nem tiszteli őt a Nala. A kihasználva a méretét, mindig fel akarja lökni szegényt, nagyon akarja taposni, és bármit csinálhatunk ezzel, nem tudjuk erről leszoktatni. Úgyhogy hát azóta már jobb lett a helyzet egy kicsit, szóval hogy néha-néha már el vannak egymás mellett, de ez csak nagyon ritkán, úgyhogy még jó, hogy nem egy helyen laktak. Mert szerintem az úgy nem lenne megoldható. Na hát most már megfürödtem, és eszembe jutott, hogy még ma nem nyitottam kalendát, úgyhogy ezt most gyorsan meg is tenném. Ugyanis egyébként pár percen belül már 21-e lesz, azaz a szülinapom, ami miatt hát annyira nem vagyok izgatott és felkészült, mint tavaly, de azért várom. Szóval itt van a 20-as ablak, és előre tudom, igen, a Florence-es termék van benne, mégpedig ez a szem alatti kis maszk. Na, 23:59 van, úgyhogy egy percen belül itt van a szülinapom. Bár hivatalosan nem éjfélkor születtem, szóval még nem töltöm be a 16-ot, de én ezt akkor is úgy veszem, hogy az mégiscsak a születésnapomnak a napja. Na, már éjfélkor. Csak a te napod lesz, senki más, szóval. Így van. Kikerestem online a pontos időt, a pontos pozsonyi időt, most nem látjátok, hanem fókuszál. És így várom. Most na, 4, 3, 2, 1. Szupi! Itt a szüli... Most kiért a... Na jó! Milyen aranyos. Boldog szülinapot. Köszönöm. Nem baj, mert én azért szóval mit csinálok? Ahelyett, hogy megtartanám, engedjük le! De még úgy érzed magam, hogy te mit csinálok? Amúgy kellett volna válni 3 óra 50 percig. Én kibírom.